Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége... Éres András, a párbeszéd elnökségi tagja, a harmadik kerületi képviselő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És akkor nézzünk, hogy hol is tartunk. Üdvözöljük a kedves nézőket. Brajer Péter vagyok változatlanul. Nézzük, hol tartunk a naptárban. A Luaka naptár szerint 5778, Tevetó 25. napja van. Ne felejtsék el, ma péntek van, az annyit jelent, hogy a szombati gyertyákat meg kell gyújtani, ami 15 óra 57 perckor fog bekövetkezni, a szombat kimenetele szombaton este 5 óra 9 perckor a Vájér a heti szakaszt fogják olvasni a zsinagógákba, és akkor nézzük, hogy mi újság a polgári időszámítás szerint. 2018. január 12-e van és péntek. Szép és nagy napok tanúi szereplői vagyunk mindannyian, hisz mindenki tudja, hogy, és aki nem, az mondja el szomszédainak, barátainak, hogy már országos szinten lehet minket fogni, mégpedig a t a UPC, a Digi, és az Antenna Hungária segítségével a Mindig tv keresztül, határon, innen és a nagyvilágban. Köszönhető a heti tévének és csapatának, hogy mindent megteszünk, hogy a jövőbe is így legyen. Szeretettel köszöntünk minden Ernő Utó nevű nézőnket, hisz ma van a névnapjuk, és akkor nézzük, hogy mi újság a bankban, az euró 308.74, míg az angol font 347.15 aki lemaradt volna időjárás jelentésünkről, azoknak elmondom, hogy 4, 4, és 6 Celsius fok között lesz ma a hőmérséklet. Öltözzenek rétegesen, és figyeljenek oda folyadék háztartásokra, és már is kérdezem a párbeszéd elnökségi tagját, harmadik kerületi képviselőt, hogy mi is a helyzet az áz büntetésével, hisz ön a pénzügyi bizottsággal is foglalkozik, tudja, hogy mire mennyit költöttek, helyes vagy helytelen ez a büntetés. Nyilván ez egy teljesen alaptalan büntetés. Egy héttel ezelőtt még azt nyilatkoztam, hogy a párbeszédnek nincs mitől tartani, hogyha tisztességes eljárással nézünk szembe, mert mi semmi nem követtünk el, amit nekünk felrónak. Ma sajnos azt kell mondanom, hogy időközben megkaptuk a büntetést, hogy ez egy teljes mértékben koncepciós per. Mennyiről szól ez a büntetés? Összesen 15 millió forintra büntettek az nem minket. Nem kevés. Az nagyon nem kevés, az két havi működési költségünk, tehát ugye a választásokig a működési költségünk kétharmada lenne. Eh, amiért ez szörnyű, hogy Azért koncepciós, mert létrehoztak az ász személyében egy olyan hivatalt, ami statáriálisan működik. Senki nem szólhat bele abba, hogy, hogy működnek, tesznek megállapításokat. hogy amit, nem hozhatnak halálos ítéletet. Igen, egyelőre nem hozhatnak szerencsére, de hogy gyakorlatilag olyan dolgokra hivatkoznak, amit nem osztanak meg. Tehát amilyen szakvéleményekre hivatkoznak, azt nem mutatták meg nekünk. Most közérdekű adatként kikértük ezt, reméljük, hogy meg fogjuk kapni, de minden esetre arról van szó, hogy úgy ítéltek úgy el minket, hogy meg ismerhettük azt, hogy miért, és nincsen jogorvoslati lehetőségünk ez ellen. Ami euh, egyértelműen azt mutatja, hogy Magyarországon meg. Az irodákat áram. valami pártársuktól kapták, hogy így akarta támogatni őket áron alul? Vagy mi hát is ezzel vádolnak minket, ez képest ez teljesen alaptalan. Mi a szabad béreltünk irodát, a internetes hirdetés alapján egy három éve üresen álló irodát vettünk ki, magunk festettük ki, egy részét az országgyűlös hivatala bérelte ki, akik 2014. novemberében Csináltak egy részletes értékbesést, és rendbelévőnek találták az árat. A 2014-et az Ász levizsgálta, és rendbelévőnek találta az árat. Novemberben ehhez képest szerintük 2015. januárban ez irreálisan olcsó volt, és azért büntetnek minket. Tehát ez teljesen koncepciós Ez szár, egy hosszú időről szóló szerződés? Ez volt? egy fix három, idei, három éves szerződés volt, aminek ugye a határozott szerződésnek az a. Jellemzője, hogy senki nem léphet ki belőle, tehát ha akartunk volna, sem változtathatunk volna a feltételein. És később lejjebb alkudták az árat, vagy mi történt? Nem. Akkor 2014-ben megállapodtunk három évre, letelt a három év, ki is raktak minket, tehát hogy euh, euh, keressük az új irodánkat. E világos. Szabó Tímea, hogyha jól tudom, akkor az ön körzetébe indul ön helyet, vagy miről van itt? Nem, szóra? erről, erről végképp nincs szó. Szabó Tíme a harmadik kerületben indul parlamenti képviselőnek, egyéni parlamenti képviselőnek. Ő negyedik generációt a Óbudán lakik, nyolc éve a parlamenti képviselő, nagyon komoly munkát végzett a, a parlamentbe, parlamentben, tehát szerintem tényleg a lehető legjobb jelölt erre a körzetre. Az ön körzetébe ki fog indulni akkor? É, én ugye a párbeszéd színeiben a másik harmadik keleti körzetbe indultam volna, ami a második harmadik uh, Ahol korábban el... már megmérette magát? Nem, ott nem, én polgármester voltam csak. Uh, ebben a körzet, ezt a körzetet végül is a DK kapta meg, én úgy tudom, hogy Niedermüller Péter fogott elindulni. Hát remélem, hogy jól fog szerepelni, mint minden közös jelölt. Az a, ugye most pont az az átbüntetés is megmutatta, hogy Magyarországon véget ért a demokrácia. Tehát a 2018 nem arról fog szólni, hogy Uh, melyik párt. Ön az szerint, mert azért felér. van sok állampolgár, aki nem így érzi. Hát az, hogy uh, megüzenték az átvizsgálattal az ellenzéki pártoknak, hogy bármit megtehetünk veletek, és sehogy nem tudtak védekezni. Teljesen alaptalanul minden indoklás, és normális hát azért még nélkül. van alkotmánybíróság, azért még vannak. Nem fordulhatunk alkotmánybírósághoz szerintem. Most keressük azt a jogi kiskaput, hogy valahogy még ezt megtámadhassuk, de nincsen normális jogi kiskaput. próbálok önre figyelni, csak a főszerkesztő nem beszél a fülembe, csak nem elég hangosan, tehát nem hallom. Így kénytelen vagyok őt nem é. Tehát én, én továbbra is azt gondolom, hogy a 2018-as választás arról fog szólni, hogy az utolsó valamennyire szabad választáson leváltjuk Orbán Viktort, vagy diktatúra lesz Magyarországon. Aki ebben nem fog össze, és nem tesz Figyázzon, meg mindent mert ez annak érdekében. Hát, hát nem mi keltjük a félelmet, a helyzet elég félelmetes. Én azt gondolom, hogy aki ebben nem partner, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy minden körzetben egy erős jelölt legyen, és legyenek váltva a körzetekben a fideszesek, azok a fidesz cinkosai abban, hogy diktatúrát építsenek Magyarországon. De tulajdonképpen nagyon érdekes a helyzet, perceken belül választások lesznek egy kellemetlen esemény miatt, hisz mezővásárhely polgármestere meghalt, és helyette választanak új polgármestert, és érdekes módon önök együttműködnek a Jobbikkal, igaz ez a hír? Ez így ebben a formában nem pontos. Arról van szó, hogy helyen a Fidesznek van egy civil kihívója, aki régebben Fidesz tag volt és kiábrándult a Fideszből, és őt minden ellenzéki párt támogatja, Jobbiktól a mszp és a DK-ig, meg az lmp ig Tehát gyakorlatilag egy, ott sikerült egy teljes összefogást megvalósítani. Tehát elképzelhető, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen teszt lesz arra, hogy hogy is fogunk sikerülni a Választások? Hát uh, sajnos a választásoknál nem tartunk itt. Az országos választásokon is jó lenne hasonló eredményt elérni. Nem feltétlenül a jobbikkal együttműködve különben, mert azt gondolom, hogy uh, az országos választásokon ez kontraproduktív lenne, mert a Jobbik és a Fidesz a jobb oldalt osztja meg. De a velük szembe álló demokratikus ellenzéki erőknek összekéne fogniuk mindenhol, és félretenni az egyéni párterdekeket. Ele, Ugye, volt ugyan, négy nekem, év kell... működ az összefogásra, nem? Hát mi, mi, mi folyamatosan ezen dolgoztunk, mi akartunk előválasztást. Karácsony Gergely személyében mi jelöltünk egy olyan miniszterelnök jelöltet, aki a legnépszerűbb ellenzéki politikus, és aki a legalkalmasabb Dávid arra. A Ibolya is ellenzéki politikus, legnépszerűbb volt, és hol van ő ma már? Hát éppen ezért most nem Dávid Ibolyát, hanem indítjuk, mert most ő a legnépszerűbb ellenzéki politikus, mögé lehetne felsorakozni, mellé lehetne felsorakozni a Fidesz leváltása érdekében. De hát nem a választókat nem sikerült meggyőzniük, az együttet sem sikerült meggyőzniük. Hát a, a DK sem az a együtt választóit szerintem meggyőzzük, és uh, nem, nem az együttre fognak sajnos szavazni. Nekem az, én nagyon nagyra becsülök nagyon sok együttes politikust, csak egy dolgot nem értenek, hogy nem az együttnek, vagy a párbeszédnek a pillanatnyi érdekeiről van most szó, hanem arról, hogy lesz a Magyarországon demokrácia, hogy uh, sikerül-e a Fidesz 2018-ban, vagy sem. Ha már ennyire belementünk a pártokba, akkor uh, ott a momentum, ami egy ilyen felkelő csillag volt most viszont, uh, sok ö, ö, mérés szerint már régen nem tartanak ott, mint ahogy kezdték. Igen, én nekem egyfelől nagyon szimpatikus volt a Momentum, én a régi lmp láttam benne, hogy rengeteg csillogó tekintetű fiatal összeállt, és akarnak tenni valamit az országért, és ez nagyon pozitív. A probléma tényleg az, hogy nem is ők se ismerték fel a helyzetet. Tehát jelen pillanatban hetedik pártként elindulni és megküzdeni az 5%-ért, ami teljesen esélytelen, egy olyan választásokon, amin tényleg a magyar demokrácia múlhat ott tartunk, mint a Weimári köztársaság végénél. El. Oh, hogy, Pá, hogy Pá, azért elég erős. Hát tényleg, tehát. Pont a köztársasággal vannak problémáim. A Weimari köztársasággal nekem is vannak problémáim, csak ott sem ismerték fel, hogy a, azért a demokrácia nagyobb érték, mint az, hogy az ő egyik vagy másik pártnak az érdeke érvényesüljön. És a párt érdekek mentén feláldozták a köztársaságot, és egy diktatúrába taszították Németországot. Ő, nézze, mindannyian tudjuk, hogy önnek előérete is volt, LNP-s volt. Igen. Aztán ebből lett a párbeszéd, de az LNP-vel együtt élt egy darabig nem fáj a szíve, hogy ők nincsenek magukkal? Azért fáj a szívem, én pont azért, amire. Csillogó szemű fiatalok. Igen, pont azért fáj a szívem, amiért én eljöttem az LMP-ből. Én nem tudtam azt mondani az embereknek, nem tudtam a szemükbe nézni és azt mondani, hogy szavazatok ránk, talán elérjük az 5 ot aztán majd egyszer lehet, hogy egyedül kormányt tudunk váltani, addig a te szavazatod elveszett szavazat, és addig marad ez a rezsim, és addig a magyarok többsége kiszolgáltatott, és uh, lehetetlen helyzetbe kénytelen jön ebben az országban. És uh, áldozatok erre 20 évet, hogy uh, majd egyszer megnövünk. Mégis nagyon szimpatikus, mert hogyha megnézi Ungár Péter nyilatkozatait, aki az elnökségi tag ebben a pártban, ő például, hogyha más pártokról kérdezik, akkor azt mondja, hogy nincs, nincs miről beszélni, nekünk egyetlen feladatunk van, hogy a saját szekerünket toljuk, és hogy az országot jobbá tegyük. Igen, csak a politika nem erről szól. A politika pont arról szól, hogy olyan szövetségeket kössünk, ami lehetővé tesz, hogy az országot jobbá tegyük. Az LMP-nek 8 éve lett volna arra, hogy jobbá tegye az országot, és semmit nem tudott elérni, éppen azért, mert senkivel nem működik együtt. Nekem mondjuk a dalai láma is nagyon szimpatikus, de azt gondolom, hogy nem rá kell szavazni a választásokon, mert ő nem fog Magyarországon változást elérni. Tehát meg kell találni azt az erőt, aki a Fidesznek a legerősebb kihívója, hozzá kell csatlakozni, és le kell váltani őket. Ennél nem mondhatott volna mint hogy önnek a dalai láma is szimpatikus. Én is szimpatikusnak tartom, de azért maradok a saját vallásomnál. Köszönöm, hogy rendelkezésünk. állt, kedves nézőim! Az elmúlt negyed órában Béres András, a párbeszéd elnökségi tagja, harmadik kerületi képviselő, volt stúdiónk vendége, és innét folytatjuk. Következő vendégünk nem más, mint Bokros Lajos, a Moma elnöke, ő következik az előzetesek után. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre Köszönöm rá. a lehetőséget. thank <laughs> you